üdvözöllek titeket. 2018. január 27-e van, délután, pontos időt mondjak, 13 óra 48 perc, és itt állok Nagykörösnek a keleti határánál, a Szolnoki úton. Hát bizony, mert innen akár meg is lehetne közelíteni Szolnokot, meg bemenni oda. Annyi a lényeg, hogy a mai nap is terveztem egy ilyen kis tekerést. Itt van egy eligazító tábla, mert ugyanis jobbra meg balra is tudnánk menni Szolnok fele, viszont amerre szeretnénk menni, az törterez balra. Kerek 13 kilométer, kiszámoltam, megnéztem, utána néztem táblától tábláig. Most a mai napra is ilyen erőléti, bemelegítő tekerést tervezek, annyi különbséggel a múlt héthez képest, hogy hát most nem megyek moziba, meg semmilyen elfoglaltságra, hát mondjuk egy ilyen községben miért is lenne mozi, hanem most egybe megpróbálom letolni ezt a oda-vissza 13 kilométert, ami ugye 26. Hát meglátjuk, hogy hogyan sikerül. De nem tervezek nagyon pihenőt az utam során, úgyhogy kezdjük is el. Ennyi a kanyar következett, az előbb balra. Hát egy, nem is tudom, pár méter erejéig nagyon szép, sima volt az aszfalt, de megint visszatértünk a szokásos szarhoz. Nem tudom, hogy lesz ez, hát látjátok, hogy hát majdnem az út közepén tekerek, mert nagyon egy undorító repedezett, de mivel ezt a távot ismerem, meg igazából már az erdős részt várom, ezért mégiscsak ezt választottam. Na, menjünk tovább. A 3-as kilométer tábla, na, hát akkor már csak 10. 10 kilométer van hátra. Nem tudom pontosan mennyi idő telt el, majd folyamatosan. Na, hát kíváncsi leszek rá, már kezdek már kirmelegedni elég rendesen. Ugye azért nem hoztam a Jägermeisteres sálamat, meg igazából dupla nadrágot felvettem, de fősőnél csak fősőre kabátot, melegítőre. Elég annyi, mert mindegy. Ez 6 fok, 6 Celsius foknál ez szerintem nem vészes öltözködés. Na. De mennek ám itt az autók elég rendesen, de hiába nem tudok az út szélén menni. Én folyamatosan figyelem a hátam mögé, hát megint jön egy, úgyhogy na mindegy. Rengeteg tanya van itt a környéken. Menjünk tovább. 14 óra 02 van. Egy picit javult az út minősége. Csak szlalomozni kell. Na, megkaptam a tájékoztató táblát. Még 8 kilométer. Hát ez pite. Na, úgy néz ki, megérkeztem az erdős szakaszra. Nem sokára lesz itt. Lesz itt egy éles S-kanyar. Ez is a tábla, egy busz megálló. Na. Eddig még semmi extra. De amit említettem, rengeteg tanyák vannak itt. Hát már, ez már nekem az Isten háta mögötti terület, de épp ezért jó túrázgatni, mert mindig máshol jár az ember. Lát valami érdekességet. Nem az első, de télen ez megint egy kis újdonság. Na, jön is egy kocsi. Na. És itt lesz egy kilométer tábla. Mi van? Ja jó, ez ellenkező irányba mutatja. Ugyanis 19-et jelez, de hát most, na most megakadtam. Nem, ez nem az, ez más jelez most. Nem történt. Na, haladjunk tovább. Na, az erdős területben vagyok most már benne. Szép egyenes szakasz. Viszonylag jó minőségű aszfalt. Azt hiszem innentől kezdve csak ez lesz, ha jól emlékszem.
de nem vagyok biztos, hogy törtelék kitart az a jó út, de hát majd kiderül. Fél éve tekertem itt. Már annyira homályosok az emlékek. Na. Jó van, nem vagyok legalább egyedül. Kezd már a lábam is egy picit fagyni, pedig vastagzoknit húznám fel. Na mindegy, gyere. Sokára szerintem megérkezek, mert a távolban már látom a víztornyot. Törtelnek viszont, jó, most pont nem látszik. Mindjárt megnézem, hogy mennyi az idő most. Körülbelül 14 óra 19 van. Nem sok idő már szerintem. Az út minősége mindig jó, hogy valószi semmi jog. 14-es kilométer kő megállunk. Jó. Szerintem innen egy 2-3 kilométer, nem látszik szerintem a távolba, de valahol ott van a... nem látszik. Na nem baj. Mindjárt ott vagyunk. Azt hiszem ott lesz a városhatár valószínű, szerintem. Az a baj, hogy amikor kiértem megint erre a nyílt mezőre, az egy olyan szembeszély jött, hogy ihaj, úgyhogy megint keresztbe tett nekem az idő. Járás. Van egy kis csatorna itt. Na, Isten így. Mit keresnek itt rovarok a bakán? Biztos büdös vagyok. Alig, ha nem, szerintem az már városhatár, de nem vagyok benne biztos. De szerintem már annak kell következnie. Na nézzük csak. Megnézem az időt gyorsan. 14:23. Hát fél óra, kicsit több mint fél órával számoltam, szóval reális, hogy most lesz a tábla. 14 óra 25 perc van. Na, itt vagyunk a Törtel község határában. Na, akkor mennyi is volt? Hány perc? 36 perc. Jó, na, indulás is visszafele. Jön meg gyorsan, jön egy kocsi. Bazd meg! Na, jó. Indulás visszafele. Fél percre megálltam, hogy ezt közöljem, azt gyerünk vissza. Meg sem állok nagy körösen. Úgy érzem, hogy visszafele sokkal könnyebb lesz, olyan, mintha egy enyhe lejtőn gurulnék lefele, mert hát ugye a szembeszélyre most megfordultam, úgyhogy hát hogyha nem fog kibaszni velem, akkor visszafele könnyebb lesz. Még azért picit fáradtabb vagyok, de hát azért mégiscsak könnyebb tekered szerintem. De biztos, hogy egy plusz 5 km per órával tekerek most, mint fordítva ellenkező irányba. Akkor van, mondom, így kellemesebb tekerni. Jó, hát így könnyű. Na, gyerünk. Hogyha jól számolok az idővel, 25-26 körül indultam vissza, akkor délután 3-ra már benne is kell lennem a táblán belül. Na, hát majd meglátjuk. 14:32 van. És úgy érzem, hogy
Szerintem lassan már szembeszél lesz, úgyhogy de kurva jó! Nagyon fasza! Faszomat! Hát, nem lesz sok idő. Majd, hogyha végeztem a túrával, ez a mini túrával, akkor majd elmondok itt a környéken egy érdekes útvonalat, hogy amit egyszer be tudnék játszani több variációban is, de az viszont az később lenne, ugye, hogyha már erről létbe álló képességben már sokkal kiegyensúlyozottabb vagyok, meg kecskültem egy pár rohadt kocsi jött. Remélem, lehet szerintem hallani hangomat. Bemutatok egy útvonalat, amit majd talán tavasszal vagy nyáron be lehet majd játszani és teljesíteni. 14 óra 40 van. És egyre nehezebb tekerni. 3:43 van. És be kellett vetnem a titkos fegyveremet, ami ilyenkor lenni szokott. Régi biciklitúrájunknál is. Már úgy érzem, nem bírom a tekerést. Kecskülősebb számra kapcsolok, hogy felmenjen az adrenalin, azt még jobban tekerjek meg. Mivel víz nem hoztam magammal, kezdek kicsit kiszáradni. Ez az én hülyeségem, mindegy, de nincsen mások hátra. Na, úgyhogy kecskülés következik most. Már csak 4 kilométer. Arra pedig kocsér lenne. Arra. Azzal a szarúton. Na, már megérezzek ez a vacak. Műanyag sárvédőnek ez a feszke hozzáér a kerékhez, innyi megkiigazítanom. Na, 14:55 van. És annyi a lényeg, hogy egy... Nem ilyen kocsi. Annyi a lényeg, hogy meg kell állnom egy pillanatra, mert egy öreg bácsi itt a földeknél, itt most nincsen árok, de volt egy árok, és annyi a lényeg, hogy hallgatom épp a kort, az egyik kecskülős dalát, épp hogy jobbra néztem, és akkor levettem a fülest, és akkor mondta, hogy segítsen már föl, mert nem tudja feltolni, eljelentem most bicikliával, de valóban segítettem neki azt. Nem tudom, valóban innen a tanyákra jött, de picit megálltam, aztán jöttem tovább, úgyhogy lesz egy kis kiesésem, de hát de látom, hogy az öreg az még mindig nem indult el, úgyhogy mindegy. Na, annyi a lényeg, igen, itt lesz az a jobb kanyar, és elméletileg már ott lesz körös tábla. Na, úgyhogy nem voltam annyira magányos, találkoztam egy öreg fúszerre. Kőr és körös a tart éppen. Na, csak éppen meg lehet bámulnak, de leszarom. Kátőr lakás megálló. Jó van, az már körös lesz. Szerintem 3-ra pont be is érek. Itt vagyunk. Kerek 15:00 van. Jó. Szokásos táblák. És megérkeztünk. Kerek 3 órakor. Na. A részleteket mindjárt mondom, amit ígértem. És ne hozta meg körösen. Nagyon örülünk neki. Na, most már kellőképpen elszeparáltam magam. Itt vagyok. Nagykörös határában. Füves mezőn. Hát elég saras lett a bicaj meg. Hát, kár volt ide bejönnöm, de most már lényegtelen. Csak el akartam szeparálni magam. Itt egy kutya jön, bazd meg. Na, mindegy, leszarom. Na, elszaporáltam magam, ugyanis na, hát nem tudtam már végigmondani, hogy lehetne egy olyan túrát csinálni, hogy amerre indultam, a Szolnoki úton volt ugye két elágazás,
balra tört elfele, ahova jelenleg mentem, mai nap. Jobbra pedig Kocsér telepés következett volna, az 9 km. Na most lehetne egy olyan kört csinálni egyszer, azt hiszem az 46 km, hogy a Google térképen beírtam, hogy úgy-úgy elmegyünk Törtelre, és Törtelen pedig keletre fordulunk, akkor elmegyünk Köröstetétlen faluba, illetve várunk csak, igen, Törteltől Köröstetétlen faluba, az ott van bent az erdő mélyén, az nagyon egy isten váltam mögötti település. Köröstetén után vissza lehetne menni Kocsérra, és Kocsérról Nagykörös, és akkor egy ilyen kört alkotni, ami 46 km, ha jól emlékszem. Viszont egyszer bejátszanám azt is, hogy innen Szolnokról is el lehetne már tekerni, ha már szolnoki út, innen Nagykörös, úgy, hogy Törtel irányába, mert itt annyira nagy forgalom nincsen, csak kicsit szarabb az út. Azt hiszem az ott csak oda 40-41 km táblától tábláig, mert ott lakik az egyik nagy Linkin barátom, akivel együtt koncerteztünk, és hát oda-vissza akkor egy 90-100-as simán meg lenne. Majd ha jobb idő lesz, talán akkor majd bevállaljuk. Úgyhogy ennyi lett volna már ez a kis hát bemelegítő mini túra. Úgyhogy jók lehetek, kitartást, sziasztok, és a Linkin legyen veletek.